Fülöp belga király politikai vezetőkkel egyeztet, miután Charles Michel miniszterelnök benyújtotta lemondását. A megbeszélések idején a király még nem fogadta el ezt, de valószínűleg rövidesen megteszi, egyúttal felkéri ügyvezető kormányfőnek a jövő májusi általános választásokig. A krízist az okozta, hogy Michel aláírta az ENSZ migrációs megállapodását, ez elleni tiltakozásul pedig egy jobboldali flamand párt kilépett a kormánykoalícióból. Az ellenzéki szocialisták pedig kihasználták a helyzetet, és bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek ellene. Nem kedvelem Michelt, de szerintem nem jó ötlet a lemondás. Kezdődik a választási kampány, ilyenkor nem jó lemondani, mondta egy brüsszeli munkás. Sajnos ez egy nagyon szerencsétlen helyzet a jövőnkre nézve, mert a szélsőségesek és a populisták malmára hajtja a vizet. Ez csak az NVA-nak jó. Féltem Belgiumot, mondta egy buszvezető. A flamand nacionalista párt, az NVA részt vett a hétvégi migráció ellenes tüntetésen, mert úgy gondolják, a megállapodás tovább erősíti a bevándorlást.